A hanfu Kína legjellegzetesebb hagyományos ruhafajtáinak egyike, ugyanakkor a kínai hagyományos kultúra fontos hordozója is. Egy teljes hanfu öltözet, ruhát, sapkát vagy kendőt, hajdíszt, arcdíszt, cipőt és tartozékokat tartalmaz. A hanfu legfontosabb ruhastílusa a shenyi, amely felső és alsó részből áll. Ezeket külön-külön vágták, majd varták össze, és a yangot és yint képviselik. A ruhát általában kb. 50 cm széles vászonból szabják ki. A kiterített felső ruha két ingójának vége közötti távolság négyszerese a vászon szélességének. Ez a négy évszakot jelképezi. Az alsó rész szélességét a vászon 12-szeresére készítik, ami az év 12 hónapját jelképezi. A nagy, széles ruhaúj vége a természet toleranciáját, a gallér két széle találkozásánál levő derékszög az igazságot szimbolizálja. A ruha hátán az egyenes varrás a becsületességet, a széles deréköv pedig a kompromisszumot jelképezi. Az egész ruha az emberiség és a természet közötti egységet, az igazságos és befogadó keleti erényeket mutatja be. Manapság sok kínai fiatal hanfuban tartja az esküvőjét, illetve igen divatos lett művészi fotókat készíteni a viseléséről. Sok idegenforgalmi helyen látható, hogy a hanfu rajongói hanfuban kirándulnak. Nem csak a ruhastílusa miatt szeretik és viselik a hanfut, hanem a ruha által megtestesített etikett miatt is. Hanfut viselve az álló testtartása következő. Rendesen kell állni, előre kell nézni, a két kéz összefogva a ruhaujjakban, természetes tartásban a has előtt van. Hanfut viselve az ülő térdelő testtartása következő. A két térdet szorosan össze kell zárni, a fenék a sarokra ül, a rüszt pedig a földre simul. A két kéz a térdeken nyugszik, a szemek előre néznek. Üdvözléskor a ruhaújban rejtett, jobb kézen tartott bal kezet fel kell emelni a homlok magasságába. 90 fokos szögben előre kell hajolni, utána kiegyenesedve még egyszer fel kell emelni az összefogott kezeket a homlok magasságába, majd ezután kell leereszteni a kart. Az emberektől és a szituációktól függ a meghajlás mélysége, illetve a kezek emelésének magassága és az emelések száma. Ha vendégek érkeznek, vagy helyet foglalnak, vagy teáznak, a vendéglátónak előbb mindig azt kell mondania, tessék, így fejezi ki a tiszteletét. Egy hanfu öltözeten megfigyelhető a természet iránti tisztelet, a hanfuban rejlő etikett pedig bemutatja Kínának az etikettet betartó mély kultúráját és történelmét.